A vendégek egy vereséggel és 15 győzelemmel, a hazaiak egy győzelemmel és 14 vereséggel álltak a mérkőzés előtt, és ez előre is vetítette a találkozó forgatókönyvét. Ehhez képest jól kezdtek a Cápák, az első negyed végéig vezetett a Nyíregyháza, a 10. perc végén azonban már a Falkónál volt az előny. A második 10 percben is tartotta magát a házigazda, igaz közben nőtt a különbség. Fordulás után sebességet váltottak a vendégek, a hazaiak pedig egyre többet hibáztak, így nyílni kezdett a két csapat között az olló. Végül 30 ponttal nyert a Falkó, a Nyíregyháza pedig épített azokra a percekre, amikor megnehezítette az Illovas dolgát. A bajnokság legerősebb csapatával találkoztunk. Ellenfelünk kerete tele van tapasztalt és jó játékosokkal. Ezzel szemben mi egészségügyi gondokkal küzdöttünk, de ez nem kifogás. Jó energiával kezdtük a meccset, ám ilyen erős csapat minden hibát megbüntet. Voltak biztató jelek a játékunkban, de továbbra is fennállnak a problémáink, vagyis az 1-1 elleni védekezés és kizárás. Támadásban lehetne több pontunk, ha születnének kosarak lerohanásból. Ezeken kell dolgoznunk továbbra is. A Falkó ellen mindenkinek nehéz dolga van, ma is megmutatta, milyen minőséget képvisel. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a 16 pontig jutó Vitis Pipilas volt. A mérkőzés eleje jól sikerült, nagy intenzitással játszottunk. Még akkor is igaz ez, ha 8 támadó lepattanót engedtünk az ellenfelünknek az első félidőben. A második félidőben nem tettünk elég energiát, ami egy ilyen erős csapat ellen megengedhetetlen. A vendégek edzője szerint a második félidőben jött ki a két csapat tudása közötti különbség. Az ellenfelünk nemrég edzőt cserélt, és a fél csapat megváltozott, emiatt más energiával is játszik. Nem kezdtük kifejezetten rosszul a meccset, de sok hibát követtünk el védekezésben, könnyű kosarakat engedtünk az ellenfélnek, amivel ritmusba jött. A második félidőben védekezésben, fizikalitásban, ritmusban sokkal jobbak voltunk, szépen járt a labda. Örülök a győzelemnek. A forduló további eredményei a következők: Deac Szolnok 81-63, Szeged Albafehérvár 87-78, Zalaegerszeg Budapesti Honvéd 93-80, Kaposvár Oroszlány 78-68, Sopron Atomerőmérse 78-80 és Kecskemét Körmend 81-72. A tabella élén a Szombathely áll 16 győzelemmel és egy vereséggel. Az egy győzelemmel és 15 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szerdán 18 órai kezdettel hazai pályán a 9-7-es mutatóval 7. Kecskemét ellen pótolja a 14. fordulóból elmaradt mérkőzését.